Alsó Szászország erdői igazán különlegesek. Először is azért, mert egyre ritkulnak. Már csak a tartomány egynegyedét borítják fák. Másrészt, mert annyira izgalmasak, tele vannak történetekkel. Gazdag az állat és növényviláguk. Ilyet már nem mindenhol látni. Bár alsó Szászország erdei alig 40 évesek, itt is vannak olyan sűrű vadonok, ahová szinte már ember se jár, és a természet az úr. Az erdő sűrűjében a vadon. Épp, hogy elvonult a tél, az óriás fakopáncs már dolgozik. 15 ütés 2 másodperc alatt. Így hívja a tojókat. De egy újabb hím érkezik. Megkezdődik a küzdelem a területért. Csak lassítva láthatjuk azt a precizitást, ahogy csukott szemmel is mindig ugyanoda üt. A famunkásunk beépített védőszemüveggel dolgozik. A kipárnázott csőr gondoskodik róla, hogy a harkály feje ne fájduljon bele. Minél nagyobb és üregesebb az ág, annál hangosabb a kopácsolás. Minél messzebb hallatszik, annál könnyebb párt és területet találni. Hamarosan párban folytatják a lakáskeresést. Tavasz a bükkösben. A koratavaszi virágok fellépése, a szellőrózsa, az orvosi tüdőfű, a keltike és a tavaszi kankalin színpompás tengeré varázsolja az erdei talajt, amíg be nem zárul fölöttük a lombtető. A fák lombkoronája a madaraké. Az őjvek az ágak biztos ölelésébe rakják a fészküket. Az őv a leggyakrabban látható ragadozó madár az égen. Íme egy egerész őv, jellegzetes vitorlázó repülése. Így már ritkábban látjuk. A magasban súlytalannak tűnő vörösvércse mozdulatlanul lebeg zsákmányára várva. Az egerész őv inkább fákon és ágakon ücsörög. Onnan lesi az étlapot, egérre vagy kis rágcsálókra vár. Tollazatáról könnyű felismerni. A sötét feketétől a fehérig minden árnyalat megtalálható rajta. A fészekben a fiókák az etetést várják. 2 hetesek lehetnek. 1 hónap múlva kirepülnek. A csendes, ritkán látogatott erdők lombjait egy másik madár is megkedvelte. A fehér gólyától eltérően a fekete gólya fára építi a fészkét, minél messzebb a lakott területektől. Alsó Szászországban, nagy erdőségeiben 45 pár költ, főleg a Lüneburger helyne, a Vézer és a Leine vidékét szeretik. Pár emelettel lejjebb a nagy fakopáncsok nyomait látjuk. A harkályok szorgos munkások, nagy odút építenek, de ha valami baj van, a régibe is visszatérnek. A harkályok rovarokat és lárvákat esznek, a fakérge alól húzzák ki őket. A harkályosok az erdő temetői. Öreg, korhadó fák, letörött ágak. Itt sok eleséget találnának. A csőrük mindenre jó fegyver. Dobverő, favájó, ami a táplálékkeresés hevében finom csibesszé alakul. A harkálynak még segít a végén visszacsavarodó, feltűnően hosszú nyelve. A harkályok 2 hétig költenek, a hím és a tojó váltja egymást. A bejárat mögött csücsülnek a fiókák a biztos odú mélyében.
A szülők minden etetésnél bebújnak a 20 cm hosszú folyosón, ami a szobában végződik. Kora nyár, az erdő talaján is tarka összevisszaság uralkodik. Amint kissé melegszik az idő, az erdei vörös hangyák is előbújnak a várukból. A várostervezők csak irigyen bámulnak. Íme egymilliós nagyváros, ahol nincsenek balesetek, ahol saját klíma uralkodik, mindenki tudja, mi a dolga, igazi kis csoda egy ilyen hangya metropolisz. A lakosok született erőművészek. A saját testsúlyuk 40-szeresét is elcipelik. Egy testépítő csak 40 tonnával tudná tartani ezt az iramot. Az erdőben meleg van. A fészek melletti hangyavárban folyik az élet. 10 000-ek kelnek útnak, hogy táplálékot szerezzenek. Útjelzőtáblák helyett illatanyagot használnak. Ezzel és egymás letapogatásával adják tovább az információt, hogy hol a zsákmány, illetve szükség van-e segítségre. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Ez a hangyák nagy erőssége. Közösen szinte minden ellenséget térdre kényszerítenek. Kellemetlen az éles harapásuk, nem is beszélve a mérges hangyasavról. A rovaroknak, pókoknak és gilisztáknak esélyük sincs a támadók túlerejével szemben. A kora nyár melegítő sugarait minden erdőlakó szereti. Egy lucos területen a vaddisznó malacok is találtak egy napos helyet. A kicsik kétnaposak, akiket a gondos anya folyamatosan ellenőriz. Csak rövid időre hagyja magára a kölyköket, akik még mindenben az anyjukra vannak utalva. Szorosan összebújnak, míg az anyjuk visszatérésére várnak. Egy csapat kan közeledik. A vaddisznó anya nem engedi a malacok közelébe a hímeket, de most nincs kedve harcba bocsátkozni. Itt a lehetőség a kicsik számára, hogy plusz tejhez juthassanak. És az anyu is kipihenheti magát. Az őszülők folyamatosan az egereket lesik. A fiókák egy hét múlva kirepülnek, a kamaszok már állandóan éhesek. A legfiatalabb látványosan kisebb a testvéreinél. Ha nincs elég táplálék, nem fogja túlélni. 3 fióka 50 napig egy helyen. Kész paradicsom a paraziták számára, akik be is költöznek az övek tolla alá. A szülők néha friss ágakat is hoznak. A lomb segít megszabadulni a hivatlan látogatóktól. A fiókákat nem érdekli a tisztaság. Éhesek, a legkisebb mérgesen harap az ágba, és gyakorolja a vadászatot. Felkészül a következő hetekre, amikor végre sor kerülhet az első portyákra. Lehetetlen nem meghallani, hogy a nagy fakopáncsoknál is éhes a fészek alja. A kicsik 3 hetesek, egész nap a bejáratnál zajongva várják a szüleiket. A vörös foltos apa végre hoz valamit. A csőre tele van rovarokkal és pókokkal. Kész fehérje bomba a kis harkályoknak. Az anya fejéről hiányzik a piros folt, de már a közeli fán vár a repetával. Az odúban 5-6 fióka kuksol, és felváltva hívják a szüleiket. A legéhesebb egészen a bejáratig merészkedik, és hangosan panaszkodik reggeltől estig. A fiókák számára nem veszélyes ez a hangoskodás. Magasan van a fészkük, biztonságban vannak a bükkösbeli ellenségeiktől. A fiatal rókák számára is elérhetetlenek, akik csak hajnalban járnak ki játszani az üregükből.
Tökéletes családi idillt látunk. A gyerekek békésen játszanak a kertben, miközben a mama vadászik. De a kisrókák számára már megkezdődött a komoly élet. Szorgalmasan gyakorolják a vadászatot. A vörösbegy, legyen ma zsákmány vagy hasznos, megismeri ősi ellenségét, a rókát. Egy 2 hónapos rókának még annyi mindent kell tanulnia. A hatalmas erdős terület ideális tér az utódok neveléséhez. A föld alatti üreg bejárata jól elrejtve nyílik egy tisztásról. A kölykök 60 nappal ezelőtt születtek. 100 grammos apróságok, vak kis szőrcsomók voltak. Közben rókavörössé érett a bundájuk, és egyre jobban hasonlítanak a felnőttekre. A rókák vagy kutyák vadászat során ejtik el zsákmányukat. A kicsik az üreg közelében gyakorolják a szaglászást. Közben megismerik az otthonuk környékét. A család generációkon keresztül használja a lyukakat. A rókák minden kisebb állatot megesznek, ami nem tud elég gyorsan elmenekülni, de főleg az egereket. Ez a kölyök róka épp azt gyakorolja, hogyan lehet a háló közelébe osonni. Egy hónapja jöhetnek ki a bejárat elé játszani, míg a mama zsákmányszerző körúton van. De egyszer csak eljön az idő, mikor mindent megismertek, és kezdődhet a nagy unatkozás. A mama általában kora délelőtt hozza haza a zsákmányt. Vajon ma is talált valamit, amivel megtöltheti a kis pocakokat? A mamára mindig lehet számítani, ma egy madarat fogott. A legéhesebb kölyök azonnal ott terem és titokban elhappolja a legjobb falatokat. A többiek észre sem veszik, mi történt. A róka mama nem szól közbe, nem osztja szét a zsákmányt. A kicsiknek meg kell tanulniuk a leckét. Az állatvilágban nincs osztozkodás és testvéri szeretet. A kis rókának már tele a hasa. A többiek hoppon maradtak, a mama csak éjszaka indul újabb vadászatra. A napot az üregében alussza át. A következő éjszaka is megterhelő lesz. A területe több mint 15 négyzetkilométer nagyságú. Még 2 hónapig kell a kölykökről gondoskodnia. Játékosan tanulnak meg harcolni, elkapják az állatokat, még olyan sikeresek nem lesznek, mint az anyjuk. A fiatal rókákat még egy 1,5 évig hordja magával csatangolni. Ez az egyetlen időszak, mikor csapatban vadásznak. A felnőtt rókák egyedül járják az erdőt. De addig a négyes gondtalanul élvezheti az életet. És legyen bármilyen komoly is az élet, mint a kamaszoknál, a bolondozás okozza a legnagyobb örömet. A rókák annyira belemerültek a játékba, hogy nem veszik észre a titkos nézelődőt. A 10 hetes fiatal baglyok először kirándulnak az erdőben. Egy kőtörésben nevelkedtek eddig. Igazán ritka élmény, hogy a fiókákat csapatosan filmezhetjük a szabadban. Mert bár a baglyok ülve is megütik a 60 centit, ők a rejtőzködés egyik nagymesterei. A fiatal baglyok már képesek rövid szakaszokat repülni, de még nagyon messze vannak a szüleik tudásától. A felnőttek minden éjjel úton vannak, és minden ehetőt megfognak. A patkánytól kezdve a gilisztáig. Nappal valahol álomba merülnek az erdőben, vagy a sziklákon, úgyhogy a fiókáknak türelmesen ki kell várniuk a következő etetést. A 3 testvér szétszórodott az erdőben, igyekeznek láthatatlanok maradni.
Az uhuk madarakat is esznek. A potenciális áldozatok nem fogadják őket szívesen az erdőben. Ha meglátnak egy fiatal uhut, addig nem nyugszanak, míg el nem üldözik. De aki úgy tesz, mintha egy fadarab lenne, nyugodtan ücsöröghet. A bükkös erdőbe beköszöntött a nyár. A 3 hónapos otthoni nevelkedés után eljött a nagy pillanat a harkályok számára. A fiókák kirepülhetnek. Kezdetben a szülők még etetik őket, de gyorsan megtanulják, hol keressék a finomságokat. 10 nap múlva ugyanis már a szülők nélkül kell megszervezniük az életüket. A vaddisznó malacai is megismerik az élet komoly oldalát. Az anya ugyanis visszatért a csapatához. A többiek között a kicsik is hamar megtanulják, miből áll a disznók hétköznapja. Az uhuk még mindig várakoznak. A fiókák 10 hosszú hetet töltenek a fészkük közelében. A szüleik még ilyenkor is minden éjjel táplálékot hoznak nekik. Időközben külsőre már nehéz megkülönböztetni őket az idősebb generációtól, de még nem vesztették el a gyerekes kíváncsiságukat. Ez nagyon fontos, mert az uhuk a felnőtt életükre leginkább napközben készülnek fel. Megfigyelik, ki mindenki lakik az erdőben. Sokan egyből felkerülnek az étlapra. A világ legnagyobb baglya 1965-ben majdnem kihalt Alsó-Szászországban. Az uhuk ma ismét többen vannak. A szigorú védelem odáig vezetett, hogy ismét elterjedtek a nagyobb erdeinkben. Az erdő sohasem alszik. Éjszaka az erdő szélén, a szilvafák közelében van nagyobb mozgás. Ez nem egér, ahhoz túl dús a farka, de nem is mókus, mert ahhoz pedig túl kicsi. Egy újabb üreglakó, aki szereti átaludni a napot. És az alvás a kulcs szó. A nagy pele is a rágcsálók rendjébe tartozik. Ha véletlenül nem alszik, ami ritkán fordul elő, akkor éhes. Egy nagy pele sem tudná otthagyni a finom almát. A gyümölcs a kedvenc csemegéjük. Egyetlen éjszaka alatt eltünteti a finomságot. Az éhen kórász állatokról köztudott, hogy utálnak osztozkodni. Akinek 2 hónapra való zsírtartalékot kell magára szednie, az mindent befal. A nagy peléket megvadult drótkeféknek is nevezik. Ezzel a technikával még az ellenségeiket, a nagyobb nyusztot és görényt is megijesztik. Ha szorul a hurok, még egy trükköt bevethetnek. A gyíkféléhez hasonlóan le tudják szakítani a farkukat, ha egy ragadozó véletlenül megcsípné. A nagy pelék fantasztikus mászók. Lábuk kérges és mindig ragacsos, nedves. Így a sima fákon vagy egy almán is át tudnak szaladni. Vagy majdnem mindig.
A nagy pele nagyon jól bírja az éjszakai életet. Nagy szemével jól lát a szürkületben is. Sötétben a hosszú bajuszát használja, és az orruk is igen kifinomult. Az ellenségre az éles hallása figyelmezteti. A nyugtalan éhenkórászok az erdővel benőtt vidéken terjedtek el igazán. A gyümölcsösök közelében a pele nem szívesen látott vendég. A nagy pelék csak június és november között laknak odóban. Oda születnek a kicsinyeik. Amikor felébrednek a téli álmokból és felköltöznek a fára, az odóban lakó kisfiókák, akik addig még nem repültek ki, a pelék áldozatául esnek. Az állatok kihasználják az időt, hogy zsírtartalékot gyűjthessenek. Annyira ügyesek ebben, hogy a rómaiaknál desszertként tálalták őket. Bedörzsölték mézzel, megszórták mákkal, és már ment is a tányérra a nagy pele. De ezeknek az időknek vége. A nagy pele ma már a veszélyeztetett fajok listáján trónol. A pelék csak novemberben hagyják el az odót. A pontos dátum attól függ, mennyi táplálékot találnak az éjszakai túráikon. Ősszel ismét keresnek egy fagymentes helyet egy méterrel a föld alatt, és felkészülnek a téli álomra. A sötétség leple alatt az egerek is előmerészkednek a rejtek helyükről, egy kerítés oszlopnál laknak. A kis rágcsálók a jelek szerint az üreges tölgy darabban nevelték fel a kölykeiket. Minél sötétebb van, annál nagyobb a nyüzsgés az egérház környékén. Másnak is feltűnik a nagy mozgolódás. Az erdei fülesbagoly füle már rég jelezte, hogy az egereknél valami történik. A sötétben elő is bújik a nappali rejtek helyéről. Az éjszaka tökéletes vadásza. Pengeéles karmai egérfogásra valók. A puha szárnyak nem csapnak nagy zajt a támadásnál. A fejen lévő szemek pedig, mint az embereknél, előre néznek. Ettől a baglyoknak kitűnő a térlátása. Még jobb, ha a fejét is billegteti mellé. A bagoly jobbról és balról is megnézi az áldozatát, hogy pontosan meghatározza a helyét. A bagoly arca előtt lévő tolpamacs felfogja az esetleges hullámokat. A baglyok a teljes sötétségben is milliméteres pontossággal megmondják, hogy hol az egér. Egy gyors harapás, és vége van. A bagoly visszavonul a zsákmányával. Most legalább egy órán át nem foglalkozik a vadászattal. De pár másodperc múlva már meg is jelenik az újabb árny az éjszakában. Egy újabb füles bagoly, aki kedvet kapott a rokon vadászhatát látva. Bagoly módra fogyasztja az egeret, azaz egészben. Az egerek a kerítésnél még nem vették észre a veszélyt. A második bagoly érzi az esélyt. Már azelőtt hallja az egereket felmászni az oszlopon, mielőtt meglátná őket. Minden olyan gyorsan történik, hogy az egér nem is tud reagálni. Az erdei fülesbaglyok az egerekre specializálódtak. Az egérben gazdag években sok fióka nő fel, a rosszabb években pedig nem élik meg a telet. Az erdei fülesbaglyoknál különleges dolog tapasztalható. A kelet-európai madarak is hozzánk költöznek. Alvó csoportokba rendeződnek. Alsó Szászország eddigi rekordja 160 alvó bagoly egy fán. Ilyenkor fordulhat elő, hogy az erdei fülesbaglyok csoportosan vadásznak a jobb területeken.
Az erdei éjszaka lassan véget ér. A hajnal első sugaraira olyas valaki dugja ki a fejét az üregből, akinek valójában már rég aludnia kéne. A borz általában éjjel kell útra. A nappali kirándulásoknak mindig nyomós oka van. Borzéknál kölykök születtek. Már 4 hónaposak, sokkal kisebbek a szüleiknél, és nagyon szürkék. A fiatal állatokhoz hasonlóan kíváncsiak, most ismerkednek az üregük környékével. A borzoknak az orruk a mindenük. Illatanyagokkal kommunikálnak egymás között. Az üreg közelében nem tűrik az idegen borzokat. Az erdő bizonyos területeiért folyamatosan kiújulnak a harcok. Fő elfoglaltságuk a takarítás. Nem is csoda egy olyan állatnál, ami a föld alatt lakik. A borzok családban élnek. Életük nagy része az üregben játszódik. A felszín alatt 5 méterre találjuk a lakókamrát, amit több járat köt össze a felszínnel. Minden generációval bővítik az üreget, így akár a 30 méteres szélességet is elérheti. Vannak borzcsaládok, amik évszázadok óta egy helyben laknak. A fiatal nőstények az üregben maradnak, hogy szorgalmasan csinosítsák az otthont, és családot alapítsanak. Az erdő bizonyos részein több bajuk, mint az ementális hajtban. A világcsúcs egy angol borzüreg, 50 szobás, 900 méteres föld alatti rendszert, 178 nyílás köti össze a felszínnel. A fiataloknak most kezdődik a neheze. Borzmamának már nincs sok kedve a szoptatáshoz. Helyette inkább megmutatja a kicsiknek, hogy mit teszik egy felnőtt borz. A borz a vaddisznóhoz hasonlóan az orrával találja meg a gilisztákat, csigákat, lárvákat, bábokat, gyökereket és gumókat. Ha lehetőség adódik rá, megeszik az egeret, a mókusokat vagy a magára hagyott fészkében csipogókat. A borzok gyakran osztoznak az üregen a rókával, és majdnem ez lett a fajveszte is. A 70-es évekig gázzal védekeztek a veszett rókák ellen. Ettől a borzok is majdnem kihaltak. A nagyobb csapatok azóta magukhoz tértek, az állomány száma ma ismét stabil. Ősszel az erdő megmutatja a színes oldalát. Változatos lombkoronákat látunk, amik nem csak a szépségük miatt fontosak, mert ők a jövő. 1991 óta kezdenek eltűnni a monoton fenyvesek, amiket a vihar és a betegségek előszeretettel tizedelnek, és természetvédelmi szempontból sem értékesek. Helyettük vegyes erdőt telepítenek, ahol egyre több állat és növény találhat otthonra. Mert itt érezni az életet, nálunk alsószászországi erdőkben. Narrátor Cvetkó Sándor, magyar szöveg Niklós Krisztina, hangmérnök Olá Kornél, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Czobor Éva, produkciós vezető Valger Zsófia és Ulman Gábor. A magyar változatot a Digi Kft. Készítette 2016-ban.